A Kozár Mislenyese ájjelű csapata és a Dombóvári Kosársuli szintén ágárdája játszotta az ötödik forduló nyitó mérkőzését az országos Kenguru Kupa 6-os régiójának C csoportjában. A Kozár Mislenyi győzelmet egyetlen percre sem fenyegette veszély, és 53-44 arányban hozták is a meccset Kiefer Csilla tanítványai. A találkozó legeredményesebb játékosa Makra Magor volt, aki 19 pontig jutott. Hát szerintem ez nagyon jó volt, ez a meccs. Nagyon sok olyat csináltunk, amit az edzéseken, meg összességében jó volt. A Kenguru Kupát 10 régióban rendezik meg. Az alapszakasz 8 fordulóból áll, azt követi a régiós, majd pedig az országos jambori. Ez a kis Kozár Mislenyi csapat, az U11A nevű csapatunk. Imádom ezt a bajnokságot, mert rendkívül fogékonyak a gyerekek, de rengeteg új dolgot kellett tanítani. Igazából most jönnek elő a kosárlabda igazi elemei, és mi borzasztóan örülünk, amikor látunk egy passzbefutást, egy test előtti átütést, egy balkezes zicsert. Tulajdonképpen ez a bajnokság igazából erről szól szerintem. A Kozár Mislenyese kosárlabda szakosztálya 10 évvel ezelőtt alakult újjá. Azóta az U9-től a felnőttekig minden korosztályban van csapata az egyesületnek. Voltak évek, amikor küzdöttünk azzal, hogy tudjunk magunk mellé sportolókat rakni, de most egy kicsit az van már, hogy 160-170-en vagyunk, és ebbe a két létesítményben edzünk, úgyhogy vagyunk bőven, hála Istennek. Megvan a piramis rendszerünk, tehát széles az alja és szépen szűkül fölfele, úgyhogy örülünk nagyon. A játéknap további két mérkőzésén a Dombóvári Kosársuli 61-34-re győzte le a kaposvári gyakorlós törpék gárdáját, majd a Kozár Mislenyese 70-31 arányban bizonyult jobbnak a kaposváriaknál.